Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható február hónapban a Kos jegyében születettek részére? Ez egy általános jóslás, de ez megrendelhető nálam 3500 forintért. És akkor feltehetitek a kérdést, mi vár rátok február hónapban? Először is szeretnék a Kos jegyéhez valamit fűzni az asztrológia területéről. A Kos jegyében születettek, én is oda tartozom, számíthatunk arra, hogy változások lesznek. Szerencse a szerelmi élet területén. Ahol hátrány van, azok a komoly beszélgetések a családi kapcsolatokat illetően, hiszen ez vitákhoz, nézeteltérésekhez vezethet. Február 1-én új hold van, az azt jelenti, hogy húzódjunk vissza, meditáljunk valami felett, itt célokról van szó, elgondolkozni azon, hogy tudnánk elérni a céljainkat. Február 16-án teli hold van, ami megvilágít valamit. Itt arról van szó, hogy mi vagy kiáll a középpontban. Február 3-án Merkur bolygó megáll. Ezen a napon úgy megállnak az események, utána előre halad, lesz mozgás, különösen, ami a kapcsolatokat, a beszélgetéseket illeti. Február 4-én a nap és Szaturnusz bolygó konjunkcióban áll, az azt jelenti, hogy együtt hatnak. A nap az megvilágít valamit. Szaturnusz bolygó jelentheti a korlátozásokat. De amit Szaturnusz bolygó még jelent, az a mi sorsunk, hiszen a sors bolygója, amikor elgondolkozunk azon, hogyan tovább, mi változik a sors utunkon, és a nap megvilágítja ezt az utat. És én megvilágítom itt a képeket, és elmondom azt, hogy mi vár ránk Kos jegyében születettekre, február hónapban. Itt a gyermekek utalhatnak természetesen a gyermekekre is, de szimbolizálnak egy új kezdetet. És ez a fa azt jelenti, itt igen, itt le tudunk gyökerezni. Itt megvannak a jó kapcsolatok. Ez a férfi itt utal a lelki társunkra. Itt jó a kapcsolat, oda érkeztünk, ahova szerettünk volna, itt le tudunk gyökerezni, itt gyümölcsözik valami, itt lesz termés. Ez a medve utal az élet erőre. Lehet, hogy ő, ez a férfi, fáradt vagy kimerül, és itt a kígyó jelenti a változásokat, a gyógyító erőt kell számára, az életerő, vagy ez a kígyó jelent egy nőt a családból, hiszen ez a ház utal a családi kapcsolatokra, és valaki gyengíti őt, olyan fáradtnak, kimerültnek érzi magát. De lesz változás, hiszen ezt jelenti itt ez a kép, és ez a változás szerencsét hoz, különösen, ami az anyagiakat illeti, hiszen a halak utalnak pénzügyi dolgokra, és nem csak ez a négy levelű lóhere jelenti a szerencsét, hanem a csillagképek is, tehát itt van nyeremény, jó anyagi helyzet, változik itt valami. Ez a kereszt utalhat vallási témákra, vagy egy spirituális területre, és itt van a tudás, a bölcsesség. Amit ez a kereszt még jelent, a változások,
amikor elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez lehet itt egy továbbképzés is. De itt van a régi tudás, a bölcsesség. Most egy iskolázást elkezdeni nehézségeket jelent, hiszen megjelenik itt a ravasz róka. Tehát ez most nem a megfelelő időpont erre. Az is lehet, hogy ez a tudás a gyermekeket, az iskolát illeti, és itt vannak a ravasságok a háttérben, de szerencsére megjelennek itt az egerek, és a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, így eltávolítanak bizonyos dolgokat, és az egerek eltávolítják ezt a hamisságot, azon kívül ezt a hegyet, ami a problémákra utal, és a koporsót is, ami azt jelenti, hogy eddig valami még olyan nyugodt volt, nem történt semmi, kellett a türelem, a kitartás, de szerencsére az egerek mindezt eltávolítják, így kisüt a nap, kivirágzik az élet úton, valami különösen, ami az otthont, a családot illeti, és itt megjelenik a tisztaság, folyamodnak az események, rendeződik valami. Itt láthatóak ugyan még a kövek, amik a gondokat jelenti, vagy a félelmeket, de ez a sarló szerencsére a köveket eltávolítja. Így lesz itt egy szép út. Lehet, hogy még nem február hónapban, hanem eltart még nyárig, amíg itt kitisztul valami, de rendeződni fognak a dolgok. Itt ez a koporsó jelenthet egy örökösödési ügyet. És ebben az esetben vannak itt problémák, nehézségek, jelenti ezt. Ez a hegy. De idővel ez elmúlik, hiszen az egerek itt ezt eltávolítják. Ott, ahol az egerek megjelennek, azok felfalnak valamit, így szoktuk mondani a kártyavetésnél, és segítenek abban, hogy eltávolítsák a nehézségeket, a problémákat, sőt, ezt a hamisságot is. Amit ez a koporsó még jelenthet, hogy lezárul valami. A szerelmi dolgokról van szó, és ez a férfi zárkózott, vagy rossz döntéseket hoz, akkor a koporsó ezt a zárkózottságot lezárja. Az egerek eltávolítják a nehézségeket, és a hamis döntéseket, vagy az ő környezetében egy rossz indulatú szemét. Tehát az egerek itt segítenek ebben. Itt kinyílik egy új ajtó, egy új lehetőség, nem csak a munkát illetően, hiszen ez a kártya összeáll ezzel a horgonnyal, és a horgony szimbolizálja a munkát és a hivatást. Itt lesz egy hír, vagy egy munkahelyi szerződés. Ezt megkapod, erre utal a hold, hiszen itt egy álom megvalósul. Amit a hold még jelent, ezek az érzelmek. És itt van egy másik férfi, aki érzelmekkel gondol rád. Sőt, itt látható a szerelem is. Lesznek itt is változások a szerelmi élet területén, az érzelmek területén. Ez lehet egy másik férfi, de jelenti a mozgást is, hogy itt előre mennek az események, lesznek változások. Nem csak a párkapcsolatot illetően, hanem a barátságokat illetően is. A múltban volt valami még,
a környezetedben, ami átláthatatlan volt, erre utal ez a felhő, de a kasza ezt elvágja, ez elmúlik, és itt látható a szerencse. Ez a torony jelenthet hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet, itt valami még fáj, vagy vannak átláthatatlan dolgok, de lesz változás, hiszen ez a kártya jelenti a változásokat. Ez a hajó utalhat külföldi utazásokra, kapcsolatokra, itt van a kulcs, tehát légy magabiztos, ez szerencsét hoz, erre utal a virágcsokor. Azt is jelenti, hogyha te egy saját céget szeretnél indítani, hiszen itt van a hivatás, és ez a kártya utalhat kreatív dolgokra, vagy egy spirituális területre, légy magabiztos, ez megvalósul, és ez lehet egy belső út, tehát tényleg egy spirituális terület, ahol szívvel, lélekkel végzed a dolgokat. Itt vannak még ugyan korlátozások, vagy irigy emberek a környezetedben, ami téged néha így elbizonytalanít, akkor még várhatsz május hónapig, mert ez a kártya jelenti a tavaszt, különösen május hónapot, és itt van a remény. Akkor az egerek így lezárják a nehézségeket, és indíthatsz valamit a hivatásodat illetően. Ha te egy hölgy vagy, akkor a fölötted lévő kártyák utalnak a gondolataidra. Itt keresed a lehetőségeket, megvan a siker, a kisugárzás és a vonzalom kettőtök között. Ha ez a te lelki társad, vagy te egy férfi vagy, akkor te megjelensz az első sorban, fölötted nincs kártya, ami jelenteni a gondolatokat, és az arra utal, hogy nem engeded azt meg, hogy valaki bepillantson a gondolataidba, hiszen zárkózott vagy, vagy azt is jelentheti, hogyha valamit szeretnél változtatni a környezetedben, akkor ne beszélj a terveidről másoknak, hiszen itt valaki figyelget téged, tudni akarja, hogy mit szeretnél elérni, vagy mik a terveid. És ez volt a felvétel február hónapra, a kos jegyében születetteknek, és én kívánok egy szép napot, és egy szép február hónapot.